Az orvosi rendelő épületét fejlesztenék a Magyar Falu program keretében idén Siógárdon. A település önkormányzata tavaly is pályázott, eddig mások mellett már az óvoda szépült meg itt így, de egy központi játszóteret is kialakítottak a faluban. Most jelen pillanatban, amiben nagyba gondolkodunk, az útfelújítás, az orvosi rendelőnek a felújítása, ezek talán így összegileg a legnagyobbak, de minden pályázat fontos, hiszen nem csak az összeg mutatja meg azt, hogy mennyire hiányzott eddig a község életéből, hanem ugye a pályázatnak a kiírásának a célja is. A Magyar Falu program során a kis települések középületfejlesztések mellett orvosi eszközökre, a falvak karbantartásához szükséges gépekre és bértámogatásra is pályázhatnak. Idén a Magyar Falu program során összesen 40 milliárd forinthoz jutatnak hozzá, így az önkormányzatok. Györe tavaly 3 pályázaton nyert pénzt a program során, így új orvosi eszközöket vásároltak, többek között csecsemővizsgáló ágyat, látásvizsgálót és új EKG-t is be tudtak szerezni, valamint a rendelő várótermét is fejlesztették. Járdaépítésre és rendezvénybútorok beszerzésére is megnyerték a pályázatokat. Az orvosi eszközökre és bútorokra 2,5 millió forintot nyertünk, járdaépítésre 5 millió forintot, és a bútorokra, rendezvény, sátorra, sörpadokra, sörasztalokra, erre a garnitúrákra több mint 7 millió forintot. Aparhanta tavalyi évben 2 pályázaton nyert támogatást, az óvoda udvari játékaira nyertek 5 millió forintot, és a rendelő felújítására 30 milliót. Az orvosi rendelő felújítása még zajlik, de a pályázatban leírt feltételeknek megfelelően július végére befejezik a munkálatokat. Az orvosi épület rész teljesen felújul, a tetőcsere történt meg, hőszigetelést kap az épület, napelemes rendszer kerül kiépítésre, illetve a helységek egy része átalakul, és a mozgáskorlátozottak részére is megközelíthetővé válik. Az óvoda játékainak cseréjére, korszerűsítésére legkésőbb novemberig kerül sor Aparhanton, de a polgármester reméli, hogy kész lesz, mire szeptemberben elkezdődik az óvoda.